Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Farkas Aténa vagyok. Ma április 23-a van Béla és Albert névnapja. 1566-ban született William Shakespeare, színész, író, drámaíró. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Mától újra lehetséges az ingázás a szerb-magyar határon. Új katonai kórházat adtak át rendeltetésének a belgrádi Karapurma katonai orvosi központ területén. Csökkenő tendenciát mutat az új koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. 12 éve foglalkozik állattenyésztéssel a torontálvásárhelyi szolnoki család. Mától újra lehetséges az ingázás a szerb-magyar határon. Azok a lakosok kelhetnek át, akik munkavégzés vagy földművelés céljából mennek a szomszédos országba, és a lakhelyük, illetve a munkahelyük 50 kilométeren belül van a határtól. A rendkívüli állapot kihirdetése óta több ezer vajdasági nem juthatott el a magyarországi munkahelyére, a határhoz közeli magyar cégek pedig jelentős munkaerőhiánnyal küzdöttek. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ivica Dačić szerb külügyminiszter ma közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy ez a probléma mától megoldódott. A mögöttem látható horgos röszke autópálya átkelőn kívül a Kelebia Tompa és a Béreg Hercegszántó határátkelőt is használhatják azok, akik nap mint nap járnak át Szerbiából Magyarországra dolgozni. Barátként beszélgetett a horgosi autópálya határátkelőn Szijjártó Péter és Ivica Dačić. A szerb külügyminiszter szerint Szerbia pozitívan állt Magyarország kéréséhez, hogy lazítson a határátkelés szabályain, és tegye lehetővé az ingázást a másik országban dolgozók számára. De mogu da slobodno prelaze granicu, istina na ovim prelazima koji su trenutno otvoreni i to se odnosi na ljude koji žive do određenog broja određene daljine do 50 km, da će koji rade na drugoj strani ili imaju svoju zemlju. A szerb külügyminiszter hozzátette, Szerbia érdekelt abban, hogy fokozatosan megnyissa határait, de ez csak is a járványügyi szakemberek bevonásával valósulhat meg. Az ingázókra vonatkozó határnyitás a Szerbiával szomszédos többi országra is vonatkozik. Ova mera nije doneta samo za Mađarsku. Ona je doneta za sve u regionu. Zato se sele celu našu granicu. Ali je pre svega doneta na predlog koji mi izuzetno uvažavamo naše prijateljske mađarske. Szerbia 2,6 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat bonyolított le Magyarországgal 2019-ben, ami rekordnak számít. A járvány idején is fontos, hogy a magyar-szerb viszonyok történelmi csúcson vannak, mondta a sajtótájékozaton Szijjártó Péter. A magyar gazdaság számára fontos, hogy azok a vállalatok is fennakadás nélkül működjenek, amelyeknek a dolgozói nap mint nap Szerbia területéről utaznak a munkába, tette hozzá. A mai naptól kezdve szerb és magyar állampolgárok újra átléphetnek Magyarország és Szerbia határán munkavállalási és földművelési céllal, mégpedig a határsáv 50 kilométeres távolságában. A három jelenleg is nyitva lévő átkelőn, Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál. Köszönet illeti Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét, valamint a határ magyar oldalán szolgáló parlamenti képviselőket, akik felvetették nekünk ezt a nehéz helyzetet. A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismertette, hogy milyen szabályok szerint kelhetnek át a határon a Magyarországon dolgozó szerbiaiak. A kis határforgalomban két dokumentumra van szükség. Egy dokumentum, amely igazolja, hogy a határsáv 50 kilométeres távolságában lakik az illető, és egy munkáltató igazolás, amely szerint a másik oldalon szintén 50 kilométeres sávban valamilyen munkát végez.
vagy ha föld területtel rendelkezik, akkor az azt bizonyító dokumentum. Szijjártó Péter hozzátette, a magyar nagyvállalatok, mint a MOL és az OTP fontos szerepet töltenek be mindkét ország gazdasági élénkítésében. Elmondta azt is, hogy folytatódik a magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program, és továbbra is folynak a Belgrád-Budapest és a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalak felújítási projektjei. További részletek a határral kapcsolatban a Híradó Pluszban. A mai késő esti híradót követően a két tárcavezető teljes sajtótájékoztatóját tűzük műsorra. Holnap 17 órától és 18 óra 30 perctől pedig a Szubjektív című műsorunkban Szijjártó Péterrel láthatnak egy hosszabb beszélgetést. Halassan is, de folyamatosan haladunk az élet normalizálódásának irányába, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Pásztor István. A VMS elnöke az ingázók határátlépési problémájának megoldódása kapcsán elmondta, a rendszer működtetése fogja kialakítani az egészen pontos szabályokat. Kiemelte, hogy ez az 50 kilométeres mélység kellő lehetőséget és mozgásteret biztosít azoknak, akik munkájukból kifolyólag utaznak. Mi általában arról beszélünk, hogy a vajdaságiak ingáznak, de elég jelentős a száma azoknak is, akik Magyarországról jönnek át céget vezetni, ügyet intézni Szerbiába, tette hozzá. Pásztor István hangsúlyozta, hogy reményei szerint nem sokára egy szélesebb körű határnyitás is megtörténhet. A VMS elnöke közölte, erről is folyamatosak az egyeztetések. Én azt remélem, hogy nem kell talán egy egész hónapot várnunk arra, hogy ez bekövetkezhessék. Ez nem politikai kérdés, nem akarat és szándék kérdése, hanem ez az összehangolt vírus elleni küzdelemnek a lehetőségeinek a függvénye. Én magam részéről bizakodó vagyok. Új 60 férőhelyes katonai kórházat adtak át ma rendeltetésének a belgrádi Karaburma katonai orvosi központ területén. Az ünnepélyes megnyitón Alekszandar Vučić szerb államfő hangsúlyozta, hogy az új, jól felszerelt kórház a következő 30 évre épült, de most a koronavírussal fertőzött, súlyosabb betegek gyógyítására fog szolgálni. Az elnök a szerb katonaság napjáról is megemlékezett. Az eseményen újságírói kérdésre elmondta, valószínűleg pénteken 18 órától hétfő reggel 5 óráig lesz kijárási korlátozás. A szerb katonaság napja alkalmából Alekszandar Vučić szerb államfő megköszönte a katonáknak, hogy március 6-a óta bátran helytállnak, a járvány ellenére sem kímélik magukat. Sokan közülük meg is fertőződtek, amikor fogadniuk kellett a külföldről hazatérő mintegy 400 ezer embert. A katonaság az ország egyik alappillére, mondta az elnök. Druga važna stvar danas jeste ova nova COVID bolnica koju smo pripremili ovde. To je privremeni objekat za narednih 30 godina, ako se ja ne varam, najmanje 30 godina, koji predivno izgleda kao što ste mogli da vidite, jedna od najvećih, kako se to kaže, šok soba na Balkanu, dakle sa 60 kreveta. A Karaburma katonai orvosi központ területén az új kórház építését és a meglévő szárny felújítását 3 nappal korábban fejezték be a kivitelezők a tervezett határidőnél, mindössze 12 nap alatt. Az épület már ma készen áll az első páciensek felvételére, hangsúlyozta Vučić, majd arról tájékoztatott, hogy hétfőtől mintegy 200 ezer sebészeti maszk gyártása válik lehetővé. I da krenemo u proizvodnju ovih rukavica u našoj zemlji. Laboratorije najbolje otvaramo u našoj zemlji, bit će nam potrebne za budućnost. Istovremeno ukazalo se da smo u stanju da izgradimo i privremene i trajne bolnice u veoma kratkom roku. Morat ćemo da požurimo i sa Kliničkim centrom Srbije i Kliničkim centrom Vojvodine, zatim Kliničkim centrom Kragujevcu, da se obezbedimo, osiguramo za budućnost. Az új kórház a Termomont cég és társai adományából épülhetett fel, közel 1000 négyzetméternyi régi épületet újítottak fel, és mintegy 1300 négyzetméteres új résszel bővítették a létesítményt, bekötő út is épült, a beruházás értéke több mint 37 millió dinár. Köszönöm.
Csökkenő tendenciát mutat az új koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. Az elmúlt egy nap alatt 162 új koronavírus megbetegedést regisztráltak, illetve 5 személy hunyt el a korszövődményeinek következtében, 4 férfi és 1 nő. Kórházban jelenleg 3477 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 96-an vannak. A járvány kitörése óta országszerte valamivel több mint 51 000 tesztet végeztek el. Megjelenése óta összesen 7276 embert fertőzött meg a koronavírus Szerbiában. Az országban 139-en haltak bele a kór szövődményeibe, 92 férfi és 47 nő. Átlag életkoruk 64,91 év. A betegségből eddig 1063 személy épült fel. Predrag Kon, járványügyi szakorvos elmondta, Szerbiában lecsengőben van a járvány. Ugyanakkor azt is leszögezte, senki ne gondolja, hogy az élet egyből visszatérhet a normális kerékvágásba. Moramo da razmišljamo, kada izađemo iz ove epidemijske situacije, da sačuvamo i kapacitete i sposobnost brzog reagovanja, ali i da postupno slabimo mere kako bi što duže zadržali tu budnost koja nam je preko potrebna. Szerbiában már nincsenek gócpontok. Az ország egész területén 15% alá csökkent a megbetegedések száma. Vajdaságban is folyamatosan csökken a fertőzöttek száma. A friss adatok szerint a vajdasági klinikai központból 131 beteg távozott. Jelenleg 75 beteget kezelnek. Što se tiče situacije u Vojvodini, ona je epidemiološki zadovoljavajuća već prethodnih 7 dana. Mi imamo konstantan pad broja obolelih i jedan izrazito povećanje onih koji su preležali COVID, odnosno koji su ozdravili. A közelgő május 1-ével kapcsolatban elmondták, hogy a teljes kijárási tilalom elrendelése lenne a leglogikusabb lépés, hiszen ezzel korlátozhatnák leginkább a vírus további terjedését. Május 3-áig érvényben maradnak a kijárási korlátozások szabályai Magyarországon, mondta Kis Róbert rendőr alezredes, a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília országos tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy Magyarország még nincs a járvány végén, hiszen az elmúlt napon 2284-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma, és ez emelkedő tendenciát jelent. További 14 fő hunyt el, így 239 főre emelkedett a halottak száma. A tisztifőorvos ismertette, hogy a járvány kezdete óta megnőtt a fertőtlenítőszerek iránti igény. Sok ipari szereplő átállt a fertőtlenítőszerek gyártására. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ 70 ideiglenes engedélyt adott ki fertőtlenítőszerek gyártására. A szakember az idős otthonokról is beszélt. Elkezdtük a fertőtlenítést azokon a helyeken, ahol magas a gondozottak létszáma, és már fordult elő megbetegedés vagy pozitivitás, és folyamatosan következik a többi otthon területe is, az intézmény vezetésével egyeztetve végzik ezt a feladatot. Tehát helyben kell igazából azokat a döntéseket meghozni, hogy melyek azok a helyek, melyek azok a közös terek, ahol célszerű a fertőtlenítést elvégezni. Ezekre azért is van szükség, ugye olyan helyeken is történik ez, ahol még nem regisztráltunk fertőzöttet vagy megbetegedett személyt, de ez egyfajta megelőző jellegű fertőtlenítés is, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki, mikor és hogyan viszi esetleg be ezekbe az intézményekbe a vírust, mert ez bármikor előfordulhat. Tehát ennek van egy preventív, megelőző értéke is. A budapesti időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonába látogatott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnököt az intézmény vezetője fogadta. Orbán Viktor tájékozódott az otthonban folyó orvosi munkáról. Ott járt akkor a koronavírus teszteket végezték a gondozottakon. Eddig egyetlen fertőzöttet sem találtak az idősek otthonában. A miniszterelnököt tájékoztatták a koronavírus tesztelési folyamatról, a különböző tesztek minőségéről, megbízhatóságáról is. A látogatásról a kormányfő videót töltött.
töltött fel közösségi oldalára. Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője hétfőn a magyar parlamentben tett olyan kijelentést, hogy a kormány maszkokkal segíti a külhoni magyarokat az anyaországi egészségügyi dolgozókkal szemben. A külhoni magyarság részéről reagáló politikai és más szervezetek vezetői közül többen a nemzeti szolidaritás hiányát hangsúlyozták. Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a mostani nemzetpolitikát, ha a parlamenti szavazásokat megnézzük, akkor több mint 90%-ban támogatta az országgyűlés. Hozzátette, Szabó Tímeáék véleménye elenyésző kisebbségben van. Szabó Tímeát önmagát is emberileg is minősíti ez a kijelentés, ami hungarofób és xenofób. És egyébként, ha nem magyarokat támogattunk volna, mint ahogy nem tudjuk, hogy a maszkokat ki fogják majd felhúzni, és hogyha netán egy szerb embert támogatunk, vagy egy más nemzetiségű embert támogatunk, ezzel románt, vagy ukránt, vagy bármilyen nemzetiség, akkor helytelenül cselekedtünk. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy segíteni szép dolog, kell is segíteni, és nem tudjuk, hogy mikor, milyen helyzet, bármely nemzetrész mikor milyen helyzetbe kerül, hogy mikor kinek kell a másikban segíteni. Mindig jobb segíteni egyébként, mint a segítséget várni. Mintegy 600 anyaországi és külhoni diák vesz részt pénteken a Határtalanul középiskolai vetélkedő nagy döntőjén, amely a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel online formában valósul meg. A döntőbe 20 csapat, 11 külhoni és 9 anyaországi jutott, így mintegy 600 diák méri összetudását. Minden döntőbe jutott csapat 100 000 forintot, valamint értékes ajándékokat nyer, a legjobb osztály pedig elviheti az 1 millió forint értékű fődíjat. A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is éreztessék mind az anyaországi, mind a határon túli magyar fiatalokkal, hogy a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nem engedi el a kezüket, illetve lehetőséget teremtsenek az identitás és kapcsolaterősítésre. Meghaladta a 2,6 milliót az igazolt koronavírus fertőzöttek száma a világban, a kórokozta betegségbe pedig megközelítőleg 187 ezeren haltak bele. Napról napra növekszik a gyógyultak száma is, valamivel több mint 731 ezeren épültek fel a betegségből. A vírus gócpontjának az Amerikai Egyesült Államok számít, a regisztrált fertőzöttek száma a 852 ezret, míg a halottaké a 48 ezret haladta meg. A vírus európai gócpontja Spanyolország, a fertőzöttek száma átlépte a 213 ezret, míg a gyógyultaké a 89 ezret. A gyógyultak számát tekintve Németország a vezető, több mint 103 ezer fővel. A legfrissebb adatok szerint a vírust több mint 151 ezer ember szervezetében mutatták ki, közülük 5354-en hunytak el. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Önkéntesek segítik az időseket Hertelendi falván. Holnap is marad a kellemes, meleg időjárás térségünkben. Matematikai feladatokkal folytatódott a próbakísérettségi Szerbiában. A nyolcadikos diákok interneten keresztül reggel 8-tól egészen 21 óra 30 percig tölthetik ki a tesztet. Szerdán az anyanyelvi feladatok megoldása során technikai problémák alakultak ki. Az oldal hosszabb időre elérhetetlenné vált többször is. Az Oktatási Minisztérium közleményt adott ki az eset kapcsán, amelyben a rendszer túlterheltségével magyarázták a hibát. A további fennakadások elkerülése érdekében kapacitásnövelést hajtottak végre, valamint javaslatot tettek, hogy a gyerekek Szerbia különböző területein más-más időpontban lépjenek be az oldalra. A vajdaságiak délelőtt töltsék ki a teszteket, a belgrádiak 12 és 16 óra között, a többi diák pedig 16 óra után próbálkozzon. A nyolcadikosokra pénteken a kombinált teszt kitöltése vár, szintén reggel 8 és 21 óra 30 perc között. A rendkívüli helyzetek zárt a községi törzskara a köztársasági döntések értelmében újabb rendelkezéseket hozott, amelyről Ceglédi Rudolf a törzskar parancsnoka tájékoztatta a média képviselőit. Ezek között szerepel az üzletek, a gyógyszertárak, pékségek, valamint a benzinkutak hosszabb nyitvatartási ideje, emellett a temetők látogatási lehetősége. A sajtótájékoztatón szó esett még a csomagosztásról, a betegápolásról és a községbeli fertőzöttekről is.
Az önkormányzat közel 2500 dinár értékű segélycsomagokat osztott szét a kisnyugdíjasok és a 65 évnél idősebb szociális segélyre jogosult polgárok között. A csomag alapvető élelmiszereket és higiéniai kellékeket tartalmaz. Az illetékesek az önkéntesek segítségével 3498 polgárhoz juttatták el a csomagot. Vannak még olyan helyek, ahol nem tudtuk megtalálni, tehát nem tartózkodik a megadott címen a kis nyugdíjas. Rokonságukat kérjük, hogy jelezzék, hogy hol tartózkodik, hogy ezeket a csomagokat, hiszen ezt az akciót legkésőbb május 1-ig szeretnénk befejezni. A hivatalos adatok szerint 5 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván Zenta kapcsán, akiket a községen kívüli állandó vagy ideiglenes kórházak valamelyikében helyeztek el. A környezetük, a rokonság és akik a kapcsolatban ezeknek a megfigyelése folyamatosan megtörtént, és megállapított, hogy most már több mint 2 hete ez az 5-ös szám nem növekedett, tehát valószínűleg egy elszigetelt fertőzési gócpontról lehetett szó. A zentai polgármester elmondta, hogy a házi ápolás problémakörét is sikeresen megoldották. Elmondta, hogy körülbelül napi 150 engedélyt adnak ki, amellyel a megbízott személyek a kijárási tilalom alatt is eljuthatnak és segíthetnek a rászoruló idős polgároknak. Újabb fertőtlenítő szereket osztanak szét a társasházaknak Szabadkán. A válságkezelő törzskar 3200 liter folyadékkal támogatja a társasházak lakóit, ami megközelítőleg 550 épületre elegendő. A szerrel a közös helyiségeket tudják fertőtleníteni. A város döntése értelmében, függetlenül attól, hogy a lakóközösségnek van megkötött szerződése a közvállalattal, vagy nincs, mindannyian ingyenesen kapnak a fertőtlenítőből, hangsúlyozta a Predrag Radivojevic, a Szabadkai útfenntartó város tervezési és lakásüzemeltetési közvállalat igazgatója. Annak érdekében, hogy Szabadkán minden lakóépület kaphasson fertőtlenítőszert, az illetékes vállalat megszervezte és eljuttatta a fertőtlenítőszert 20 olyan társasház címére is, ahol nem volt lehetséges megoldani a szállítást. A piacok és a tömegközlekedés autóbuszainak fertőtlenítése napi szinten történik. A koronavírus járvány miatt rendkívüli helyzet kezdete óta Hertelendifalván önkéntesek vállalták fel, hogy segítenek az időseknek és a hátrányos helyzetű családoknak. Elvégzik helyettük a mindennapi beszerzéseket, felveszik a nyugdíjakat, számlákat fizetnek és támogatásokat juttatnak el hozzájuk. A Hertelendi falvi helyi közösségben 8 önkéntes dolgozik naponta két váltásban. Egy központi ügyeletes fogadja a telefonhívásokat, feljegyzi a kérelmeket, majd az önkéntesek elvégzik a tennivalókat. Élelmiszerekből álló segélycsomagokat is biztosítanak a leginkább rászoruló polgároknak. Trenutno zajedno sa našim volonterima pakujemo pakete koji su namijenjeni našim najugroženijim građanima u Vojlovici. Privrednici iz Vojlovice odazvali su se pozivu mesne zajednice i donirali određenu količinu hrane koja će veoma značiti našim sugrađanima u ovom trenutku. A helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület kézi munkacsoportjának tagja is eleget tesznek a támogatási felkéréseknek, és részt vesznek az önkéntes munkában. Szombatonhez van szólva az egyesületünkhöz, hogy vasárnapra kéne a kórházba készíteni csomagokat, úgyhogy a Pancsova város és környékéről 11 asszonycsoport jelentkezett, és abban mi is részt vettünk, hogy süttünk süteményeket, és vasárnap a szerb pravoszláv húsvét alkalmára el lett a Pancsovai kórháznak víves átoladva, mindegy meglepetés azért, hogy ugye ők vannak a fronton, az elsők a betegekvel, és hogy egy kicsi örömet szerezzünk nekik. A helyi magyar szervezetek is szerveződtek, hogy önkéntes munkájukkal segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Csináltunk egy csapatot, 4-en vagyunk, és vannak még segítők, és 2-en, hogy vásároljunk az idősebb embereknek, nyugdíjasoknak, akik nem bírnak elmenni vásárolni, úgyhogy felhívnak, megegyezzük, hogy mi kell, és másnap reggel 9-kor elmenjünk, vásárolunk nekik. A hentes üzletek, önkiszolgálók is készségesen segítik munkájukat azzal, hogy előre elkészítik a megrendelést. Elég nagy számban vannak az idősek, akiknek családja külföldön él. Ezért igénylik az önkéntesek munkáját a mindennapi beszerzéshez. Sokat jelent, mert nem tudunk elmenni, mind a ketten 70 év felül vagyunk, és úgyhogy nem tudunk. Még a nyugdíjat se tudjuk felvenni, most vettük fel.
Az önkéntesek elmondása szerint a hertelendi falvi lakosság fegyelmezett és betartják a kormány által meghozott rendelkezéseket. Csütörtökön jelenik meg a Magyar Szó hétvégi nyomtatott kiadása. Az időszerű tartalmak mellett a hétvégi riportokon kívül ebben a számban találják meg az olvasók a gyógykalauz egészségügyi mellékletet is. A kijárási tilalom miatt a legközelebbi nyomtatott szám április 27-én hétfőn jelenik meg. Zajlanak a munkálatok az újvidéki Jován Ducsics sugárút meghosszabbításán. A tervek szerint a beruházás befejeztével a Jován Ducsics sugárút és a Dragoszláv Szrejovics utca összeér majd, ami két városrész, Veternik és Újtelep jobb összeköttetését eredményezi. A sugárút mellé zöldövezetet is terveznek, valamint játszóterek is helyet kapnak, mondta a Milos Vucevic. Újvidék polgármestere délelőtt megtekintette a munkálatok helyszínét. A projekt megvalósítása tavaly szeptemberben kezdődött, a szükséges idén januárban lettek kiadva. A munkálatok során több mint 300 méterrel hosszabbítják meg a Jován Ducsics sugárutat, két-két útsávot alakítanak ki mindkét irányban, valamint körforgalmat is kiépítenek. A vrednost investície 255 milióna dinara, dve trećine finansira pokrajina, hvala im na tome i jednu trećinu finansira grad Novi Sad. Moram da ćemo na leto zajedno sa predsjednikom pokrajinske vlade zajedno biti završene radove, odnosno kada bulevar bude u potpunosti funkcionalan u upotrebi i moći da se uverimo da smo završili jednu bitnu investiciju koju smo zajedno definisali sa pokrajinskom vladom, a pre svega na korist i na boljitak ljudi koji ovdje žive. A vízhálózat tavaszi karbantartását április 27-e és június 12-e között végzik Magyarkanizsa község területén. A munkálatok ideje alatt a vízhálózatban nyomáscsökkenés várható, valamint az ivóvíz zavarossá válhat. A polgárok a vízellátással kapcsolatos észrevételeiket egész nap a 024 792 050-es számon jelenthetik, illetve a 0800 024 004-es ingyenes zöld számon munkanapokon 7-től 15 óráig. Rablási kísérlet gyanújával vádolnak egy férfit Szabadkán. A rendőrség 48 órás őrizetbe vette a 39 éves SZ-t, aki a kijárási tilalom alatt két házba is betört. A gyanúsított az egyik házban késsel támadt a tulajdonosra, akitől pénzt követelt, továbbá mobiltelefont és aranyékszereket kopzott el. Egy másik ház ablakát téglával törte be, onnan viszont semmit sem lopott el. SZ-re a kijárási tilalom megszegése miatt további 50 ezer dináros pénzbírságot szabtak ki. 12 éve foglalkozik állattenyésztéssel a torontálvásárhelyi szolnoki család. Önerejükre támaszkodva lassan fejlesztették a gazdaságot. Az elmúlt időszakban pályázatokon is részt vettek. Ma 40 fejős tehénnel és bikákkal, hízómarhákkal, valamint a borjakkal együtt összesen mintegy 85 jószáguk van. Amikor munkanélkül maradt, Szolnoki Sámuel, a család legidősebb tagja, jött az ötlet, hogy két fiával, Zsolttal és Szabolccsal közösen megpróbálkoznak a tejtermeléssel és a marhák hízlalásával. A megértés, a szóbetartás, önbecsülés, egymásbecsülés, ez a fő a. Én pedig nagyon boldog vagyok, hogy a család nem szórozott szét, együtt vagyunk, együtt dolgozunk. Nekem ez a legfőbb lelki nyugalmam. Szolnokiék az állattenyésztés mellett földműveléssel is foglalkoznak, hiszen egyiket a másik nélkül nehéz elképzelni. A család kétszer kapott támogatást a Prosperitáti Alapítvány kiírásán. Gépezeteket és traktort vettek. Szolnoki Zsolt szerint önerejükből nem bírták volna megvenni ezeket az eszközöket. Az állam is segít nekünk, a tejre adja a prémiát, ami 7 dinár literenként, és a tehenekre is, ami minőségi tehén, ad 25 ezer dinárt darabjára. Most megindult egy újfajta támogatás, ami a teheneket nem a tejér, hanem a bornyú termelésére termelését prosperitálja, erre adnak 40 ezer dinárt, és szerintem ez egy jó vállalkozás lehet a jövőbe.
Nem könnyű munka az állattenyésztés, napi 10-12 óra munkát is megkövetel, beleértve szombatot, vasárnapot, ünnepnapot, mondta Szolnoki Zsolt. Holnap is marad a kellemes meleg időjárás térségünkben. A következő napokban előreláthatóan igazi tavaszias időben lesz részünk, szombaton akár 25 fok is lehet. Pénteken napközben fátyolfelhők lehetnek az égen, de eső továbbra sem lesz. A hőmérséklet 20 fok fölé emelkedik, és a délnyugati, majd a nyugati szél is megélénkül. A következő napokban is kitart a szép tavaszi időjárás, túlnyomóan derült lesz az ég, napközben 22-24 fokot mérhetünk, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk, ugyanis csapadékra sem kell számítani. Frontváltozást nem várható térségünkben, viszont a melegedés miatt a meleg frontra fokozottan érzékenyek körében különböző tünetek azért előfordulhatnak. A hétvégén szombaton akár 25 fok is lehet. A nap első felében többször lehet erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is előfordulhat. Egy gyenge hideg front hatására megerősödik az északnyugati szél, viszont a hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, és az éjjeli órákban is csupán 10 fokig hűl a levegő. A hét utolsó napján vasárnap helyenként felhős, de kellemes időjárásra számíthatunk, 20 fok fölötti hőmérséklettel. Az elkövetkező napokban a nyír, a platán és a tölgy pollen koncentráció a közepes, magas tartományban alakul, így allergiás tünetek jelentkezhetnek az érzékenyebbeknél. Először találtak mikroműanyag szennyeződést antarktiszi jégmintákban. A Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra bukkantak 2009-ben furt jégmintákban. Korábban már találtak kutatók mikroműanyagot az Antarktisz térségéből gyűjtött vízmintákban, tengeri üledékekben és hóban. A kutatók új felfedezése azonban azt jelenti, hogy a sarki krillek, amelyek a tengerjég algáiból táplálkoznak, jóval veszélyeztetettebbek lehetnek, mint azt eddig gondolták. A tengeri jég kulcsfontosságú táplálékforrást jelentő fajok élőhelye. A tengeri jég algáján növekvő krillek különösen fontosak ökológiai szempontból, mivel kulcsfontosságú táplálékforrást jelentenek a nyílt vizek valamennyi lakója számára. Ausztráliai tűzvészben sérült koalákat engednek vissza a természetbe. A sokak számára ismert Unwen nevet viselő koala testét csaknem 90%-ban fették égési sérülések. Most azonban ő is tagja annak a 26 koala csoportnak, amelyet az Új-Dél-Walesi Inesto természetvédelmi területére helyeztek át. A koalákat segítő kórházi személyzet gondosan mérlegelte a természetbe visszatérő állatok életkorát, valamint nemét is, annak érdekében, hogy a közösség jól működjön, főleg azért, mert azt remélik, hogy az állatok képesek lesznek fenntartani populációjukat. Elfogadta a szerb kormány tegnap azt, hogy a vajdasági ingázó munkások átmehessenek Magyarországra dolgozni, mondta el a szerb külügyminiszter stábunknak. Ivica Dačić hozzátette, ez azért fontos, hogy ezek a munkavállalók ebben a nehéz helyzetben is normális életet folytathassanak. A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, ez a döntés nem csak a szerb-magyar határra vonatkozik, minden szomszédos országgal megkötötték ezt a megállapodást. A szerb külügyminiszterrel Vadlövő Gabriella beszélgetett a röszkei határátkelőnél. Dugo očekuju ljudi koji žive sa žive u Vojvodini i rade u Mađarskoj da se otvori granica. Na koga se ovo sad odnosi tačno? To se odnosi na ono što se nekada zvalo malo granični promet, odnosno mislim da je reč o 30 km, čini mi se da je tako napisano u odluci ili sam možda pogrešno to zapamtio, ali ideja je... Znači ono od granice, izvinite, mislim. Da, ideja je da ljudi koji žive blizu granice, koji rade na drugoj strani ili imaju zemlju ili ne znam kako je to i do sada funkcionisalo, da mogu da prelaze nesmetano. Znači da se na njih ne odnose one mere koje se odnose na druge slučajeve. Tako da to je, vlada Srbije juče usvojila to i to je praktično već danas to bilo na snagu. Sigurno će im trebati nekakve potvrde. Kakve potvrde im trebaju i da li treba da računaju na neka testiranja na granicama kad izlaze i kad se vraćaju u zemlju? Ja to sad zaista ne znam, zato što to je više u domenu Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za zdravlje. Ali će biti olakšano maksimalno. Suština je ovde da se olakša
da mogu ljudi da normalno žive i u ovim teškim uslovima. Da li postoji mogućnost ili da li je u planu? Ali očekujemo uskoro i otvaranje granice u potpunosti. Kada uskoro? Pa, u narednih mjesec dana. U narednih mjesec dana, znači možemo da računamo da se otvore granice? Pa, otprilike tako. Da li postoji možda mogućnost ili da li je plan da se i sa drugim zemljama ostvari ovo? Ovo isto, to važi za sve, ne važi samo za Mađarsku. Znači ovo važi za ceo taj malogranični pojas. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak fontos, hogy erős és egészséges szomszédai legyenek. Minél jobban védekezik Szerbia a koronavírussal szemben, annál eredményesebb Magyarország védekezése is. Ezekben az időkben felértékelődik az a tény, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata még soha nem volt olyan jó, mint jelenleg, tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó 7 pontban mondta el a két országot érintő jó híreket. Az első, hogy a mai naptól kezdve szerb és magyar állampolgárok újra átléphetnek Magyarország és Szerbia határán munkavállalási és földművelési céllal, mégpedig a határsáv 50 kilométeres távolságában. A három jelenleg is nyitva lévő átkelőn, Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál. Köszönet illeti Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét, valamint a határ magyar oldalán szolgáló parlamenti képviselőket, akik felvetették nekünk ezt a nehéz helyzetet, amiben ők azáltal kerültek, hogy mind Szerbia, mind Magyarország korlátozásokat léptetett be a határon, korlátozásokat léptetett életbe a határon. A mai naptól kezdve tehát az ingázók, a szerbek és magyarok újra használhatják a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőket. A második jó hír, hogy azok a nagy magyar vállalatok, amelyek fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaság újraindításában, ugyanígy fontos szerepet töltenek be a szerb gazdaságban is. Hiszen a MOL, amely a legnagyobb magyar vállalat, nemrégiben hajtotta végre történetének legnagyobb szerbiai beruházását. Az OTP pedig, amelyik a legnagyobb magyar bank, itt Szerbiában a legnagyobb hitelállománnyal rendelkezik. A vezérigazgatója a szerb bankszövetséget is vezeti. És az OTP világossá tette, hogy támogatja a szerb kormány és a szerb nemzeti bank intézkedéseit a gazdaság újraindítása érdekében, és fenntartja a hitelezési tevékenységét. Tehát elmondhatjuk, hogy a két legnagyobb magyar vállalat, a MOL és az OTP egyszerre játszik fontos szerepet a szerb és a magyar gazdaság újraindításában is. Harmadik pont, amit szeretnék mondani, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési programunk eddig is nagy siker volt, és készen állunk arra, hogy ezt folytassuk. Eddig 86 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban magyar költségvetési támogatása. A negyedik pont, hogy folytatjuk azokat a közös infrastruktúrális beruházásokat, amelyeket korábban elkezdtünk. Így folytatjuk a Belgrádot Budapesttel összekötő vasútvonal modernizálásának előkészítését, és modernizálni, illetve meg fogjuk építeni a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalat is. Ötödik pont, épül az a gázszállítási folyosó, amely Törökországból, Bulgárián és Szerbián keresztül tud majd gáz szállítani Magyarországra. Ennek a magyar szakasza jövő októberre készen lesz. Hatodik pont, annak érdekében, hogy a vállalataink közötti együttműködés most se sérüljön ezen nehéz körülmények közepette, az Exim Banknál Magyarországon egy 120 millió eurós hitelkeretet nyitottunk, abból a célból, hogy magyar és szerb vállalatok szorosan együtt tudjanak működni. Végül hetedik pontként szeretném elmondani önöknek, hogy elmondani még egyszer, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy a szerb védekezés a vírus ellen is sikeres legyen, hiszen mi nem lehetünk sikeresek akkor, hogyha a szomszédaink sikertelenek. Ezért adtunk egészségügyi védőeszközöket a szerb kormánynak, de nem csak a szerb kormánynak, hanem adtunk védőeszközöket Vajdaságban a magyaroknak,
és adtunk védőeszközöket a boszniai szerb köztársaságba is. Mi felelős szomszédság politikát folytatunk, és ennek a felelős szomszédság politikának az egyik legfontosabb pillére a magyar-szerb kétoldalú együttműködés. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Mától újra lehetséges az ingázás a szerb-magyar határon. Új katonai kórházat adtak át rendeltetésének a belgrádi Karaburma katonai orvosi központ területén. Csökkenő tendenciát mutat az új koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. 12 éve foglalkozik állattenyésztéssel a Torontálvásárhelyi szolnoki család. Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. A Pannon Televízióban most a Csak családról ne című magyar dokumentumfilmet láthatják. Maradjanak velünk, vigyázzanak egészségükre, és ne menjenek sehova, hiszen hajnali 5 óráig kijárási tilalom van érvényben. Viszontlátásra!